találtam ki, aki sokkal egyszerűbben, ezt a bizonyos határt. Hiszen ha én könyvelőként elérek 100 millió forintos árbevételt, hát jó lenne, de akkor nagyjából a gatyámat is kifizetném adóra. Hiszen költsége egy könyvelőnek van, de azért nem olyan sok, hogy megérje így adózni. És erre találták ki ezt a bizonyos katalanózási módot, ami azt jelenti, hogy valaki szolgáltatást nyújt, és jellemzően nincs vagy kevés a költségem, akkor egy sokkal egyszerűbb adózási mód. Mi a katának a lényege? Ha katás vagyok és főállásban csinálom, akkor egészen biztosan tudom, hogy havonta 50 000 vagy 75 000 forint, ha magasabb adót választ.